az én fényem, kitől is félnék, életem oltalmazója, kitől rettegnék. Ha a tábor áll is ellenem, nem fél a szívem, a harc támad ellenem, én akkor is bízom. Az Úr az én fényem, kitől is félnék, életem oltalmazója, kitől rettegnék. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben valamost és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az Úr az én fényem, kitől is félnék, életem oltalmazó, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat az évközi idő 33. vasárnapján, az egyház év vége előtti utolsó előtti vasárnapon, amikor a végidőről, a számadásról gondolkodunk az ige liturgia üzenetei alapján. Köszöntelek benneteket itt a gazdagréti Szent Angyalok templomban, és otthonaitokban is, akik az Apostol Televízió szolgálatával a Szent Eukarisztiát ma is velünk együtt ünneplitek. Folytatjuk a novemberi szentmise sorozatunkat. Immár a 14. szentmisét ajánljuk föl most elhunyt szeretteinkért, akiknek neveit ide tettük az oltárra, a szent áldozat asztalára. Szívünkben hordozzuk emléküket, élő közösséget ápolunk velük éppen az imádság által. De neveiket is feltüntetjük még a televíziós közvetítés alatt is. Különös szeretettel egy külön kérésre imádkozunk elhunyt Éva testvérünkért, hitvesért, aki egy évvel ezelőtt halt meg ezen a napon, november 14-én, leányáért, Nikolettáért is, aki szintén tavaly tavasszal költözött az Úrhoz, illetve szüleiért, de természetesen minden elhunyt hívőért, a templomunkban nyugvókért, elhunyt testvéreinkért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreinek, hogy sokszor is sokat értesznek, gondolatban, szóval, cselekedettel és mozgással. Én végtelen, én ügyetlen, én ügyetlen végtelen. Kérem azért a boldogságot, mindenek hozzá.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a felelősség, hogy könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked, minden javak szerzőjének, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. A végső nagy napról szól az Úr. Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, népet fiainak oltalmazója, mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mint aki be van írva a könyvben. Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra,
örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Ez az Isten igéje. Gyűlölőinket megszégyenítetted. Megszabadítottál minket sanyargatóinktól, ami gyűlölőinket megszégyenítetted. Az Istenben dicsekedünk minden napon, és a te nevednek hálát adunk örökké, ami gyűlölőinket megszégyenítetted. Saját fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték el nekünk, ó Isten, amit az ősi napokban műveltél, ami gyűlölőinket megszégyenítetted. Megszabadítottál minket sanyargatóinktól, ami gyűlölőinket megszégyenítetted. Szent Ecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, minden pap naponta elvégzi szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja. Ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére. Krisztus ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, és örökre helyet foglalta az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezek bocsánatot nyertek, ott nincs többé bűnért való áldozat. Ez az Isten igéje. Halleluja! Halleluja, 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 halleluja. Felépíti az Úr újra Jeruzsálemet, és a szétszórt Izraelt egybe gyűjti. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az ember fiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel.
szétküldi angyalait és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az Atya. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban a végidőre készülünk. A végidő üzenete hangzott el a mostani evangéliumban, és ez nem valami fenyegető tény számunkra, hanem ellenkezőleg valami örömteli készülődés. Hiszen, ha valakit szeretünk, akkor annak az eljövetelét örömmel várjuk. Az évközi idő utolsó előtti vasárnapja van, az egyházi év utolsó előtti vasárnapja, és ezen a napon eltűnődünk azon, hogy miként történik majd a találkozás az emberfiával, aki másodszor visszatér a földi világba. A fenyegető jelek sokszor szorongással töltik el az embert, és nem lehet vitatni azt, hogy a végidő leírása az evangéliumban fenyegető jellegű, bár nem a most hallott evangéliumi szakasz, de vannak leírások, amelyek földrengésekről, tűzről, természeti jelenségekről, akár katasztrófákról szólnak. Amikor ilyeneket látunk, vagy ezekről hallunk a mostani időkben, akkor ezek felsejlenek, ezek az evangéliumi üzenetek, ahogyan a halotti miséknek a szekvenciája, a változó ének, amely a gyászmisékben előfordul, a requiemben, a Dies Irae, Dies Illa kezdetű szekvencia éppen erről szól, ama végső haragnapja, amikor megrendülnek a természet erői, a föld tartó erői. És bizony ez a fajta előretekintés, ez szorongást okoz. Nekünk azonban nem a szorongás a feladatunk, hanem a számadásra való fölkészülés, az emberfiával való találkozás lehetősége, hogy mindig megújuljunk, megerősödjünk a jóban, a világosság cselekedeteiben. Olyan érdekes, egyrészt az evangélium, ahogy ma hallottuk, a végidőt a besötétedéssel hozza kapcsolatba, hogy a nap, a hold, a csillagok elvesztik fényüket, elsötétedik a világ. Ugyanakkor a kiteljesedő új világ az pedig a fényességben ragyog, tündökölni fog. Arról pedig a Jelenések könyve számol be,
amikor elmondja Szent János látnok, az apostol, mint látnok, hogy látni fogjuk az Úr arcát, és homlokunkon hordjuk az ő nevét, és nem lesz többé éjszaka. Nem szorulnak rá az emberek a lámpafényre vagy a napvilágra, mert az Úristen ragyogja be őket, és tündökölni fognak örökké. Ez pedig az Isten világának a kiteljesedése, amit mi akkor választunk, amikor itt a Földön a világosság tetteit gyakoroljuk, amikor őszinték vagyunk, amikor átlátható az életünk, amikor következetesek vagyunk az értékeinkben, az elveinkben, főképpen a hitbeli elveinkben. Bátran mehetünk a napvilágra, mert cselekedeteinket Istenben műveljük. Ezt a fényességet kell itt követnünk, és erről szól Dániel könyvének az a szép jövendőlése, amit az első olvasmányban hallottunk. Az Isten ismerők, vagy az érteni tudók, ez a másik fordítás, ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok. Ez a megvilágosodás és az örök világosság ajándéka, ez az evangélium ígéretében is szerepel. Rajtunk múlik azonban, hogy ezt a világosságot választjuk-e. Megdöbbentő, hogy már az Ószövetség és Dániel könyve határozottan beszél a feltámadásról, arról, hogy mindenki fel fog támadni, de nem mindenki az életre támad fel. Ez nagyon fontos árnyaltan értelmezni az élet kifejezést, mert ebben az esetben nem a létezésre vonatkozik az élet, mint ahogy most vagyunk és élünk, tehát itt vagyunk a földi létünkben, hanem az örök boldogságot nevezi az Úr Jézus életnek, és az Isten nélküli állapotot kárhozatnak, és erről már Dániel próféta is beszél, hogy van, hogy föltámadunk, a halottak előjönnek a földporából, egyesek arra, hogy örök életet lássanak, mások pedig az örök kárhozatra. Ennek kiválasztása rajtunk múlik, és ezért olyan fontos, hogy az Anya Szent Egyházunk, az ige liturgia, az egyházi év vége felé most erről szól hozzánk, és erre tanít bennünket, hogy gondoljuk át életutunkat, hogy vajon már most keressük-e és követjük-e a világosságot. A világosság nem valami emberi tudás, nem a tudomány jelképe, ahogy a történelemben azért ezt sokszor kisajátították, meg volt felvilágosodás, meg sokféle ilyen kifejezés és történelmi jelenség, de ez nem az értelem, az ész, a tudomány haladásának a megvilágosodása. Amiről mi beszélünk, a krisztusi világosság, az az Istenre való ráhangolódás állapota, az Istennel való személyes szeretet közösség. Azok járnak világosságban, akik Isten akaratát megteszik. És ez a világosság boldoggá teszi az embert, ahogyan elmondja ezt az Úr Jézus egy alkalommal, boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és azt meg is tartják. Most tehát a végidőre készülve a világosság mellett akarunk dönteni. Ne feledjük el itt a mi lelki hajlékunkban, a Szent Angyalok templomban, hogy minden szentmise után elimádkozzuk a Szent Mihály imát. A főangyalhoz fordulunk, akiről ma hallottunk az olvasmányban. Dániel beszél arról, hogy felkerekedik a mennyei seregek vezére.
hiszen ő az, aki nevében kimondja azt, hogy ki olyan, mint Isten, és tudjuk jól, hogy a sátán pályázott arra, hogy olyan legyen, mint az Isten, és ezért a mennyei seregek és a mennyei seregek vezére a sátán ellen küzd. Úgy, ahogy mi is emberek, amikor ellene mondunk a sátánnak, nem csak a keresztségi fogadásnak a megvallásakor, hanem a tetteinkben, a döntéseinkben. És azt kérjük az Úrtól ebben az imában, hogy a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsa vissza a kárhozat helyére. Ebből is látjuk, hogy a mindennapi imáinkban a döntés fontosságáról gondolkodunk, és szent angyalainkat kérjük, akik körülvesznek itt is minket a templomunkban, vagy személyesen követnek, mint őrangyalaink. Ebben a megerősítést ebben kérjük a mai vasárnapon, és befejezésképpen egy feliratra hivatkozom ebből a példázat gyűjteményből, amely elgondolkodtató. Elhuntjainkért imádkozni szoktunk, ma is fölajánljuk a szentmisét, és gyertyát, mécsest gyújtunk az emlékükre, kérve azt, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik. A gyertya fénye a jó példaadásnak, az igazság útjának a jelképe, és erről szól ez a történet, valaki eljutott egy kis kápolnába a hegyek között, ott mécsest, gyertyát gyújtott, és a következő gondolatok ébredtek a szívében, imádság formájában. Uram, add, hogy ez a gyertya, amelyet meggyújtok, megvilágítsa döntéseimet, és utat mutasson nehézségeimben. Legyen tűz, amivel elégeted bennem az önzést, a büszkeséget és mindent, ami beszennyez engem. Legyen láng, ami felmelegíti a szívemet és megtanít szeretni. Nem tudok sokáig templomodban maradni, de ezzel a kicsin gyertyával itt hagyok egy darabot magamból, és egy kedves kis fényt viszek magammal, ajándékképpen annak, akivel útközben találkozom. Amikor a fényt keressük, most nem kell okvetlenül a gyertyagyújtásra gondolnunk, amit megtehetünk itt az altemplom előtt, de lélekben gyújtsuk meg mi is azt a gyertyát, amelynek a kézben tartását az Úr Jézus megkívánja tőlünk. Legyetek olyanok, mint a szolgák, kezetekben égő gyertya legyen, és ennek fényével járjátok az életútját, és mutassatok az életre vezető utat másoknak is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában. Köszönöm.
Az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, már magoltak feltámadása, és az emberek. Kérjük testvéreim Isten kegyelmét, hogy életünk végső céljáért, az örök üdvösségért minden áldozatra készek legyünk. Segítsd, Urunk, egyházadat, hogy minden jó akaratú embert összegyűjtsön országodba. Adj, Urunk, bölcsességet a világvezetőinek, hogy az emberiség jólétért együttműködjenek. Adj földi és örök jutalmat azoknak, akik másokat az igazságra oktatnak. Írd be, Urunk, minnyájunk nevét az életkönyvébe. Add, hogy tetteink miatt ne kelljen szégyenkeznünk a számadás napján. Add meg bőséges kegyelmedet Péter orgonistánknak, Bence minisztráns vezetőnknek, akik az elmúlt héten születésnapjukat ünnepelték, és Márton minisztránsuknak, akinek névnapja volt az elmúlt héten. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg az egy évvel ezelőtt elhunyt Éva testvérünket örök boldogságában, és adj vigasztalást gyászoló emlékező családtagjainak. Jóságos Istenünk, hisszük, hogy egyszer mindenkit számadásra szólítasz. Segíts bennünket, hogy az ítélet napján az áldottak között lehessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oh,
áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, hogy a fölségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, s vezessen el az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt. Majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, s hozzád Atyához az égbe szállva, kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Örögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen. Szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, szeretteinkről, jótevőinkről. Emlékezzél meg minden jelenlévőről, és a médiaszolgálatunk által most velünk együtt ünneplő testvéreinkről, akiknek hitét és buzgóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat.
Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait. Ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, lelkipásztorainkról, a templomunkban nyugvó hívekről, mindazokról, akikért novemberi szentmiséinket fölajánljuk, akiknek neveit most oltárodra helyeztük, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel.
És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki vagy megkérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondok,
és meggyógyul az én lelkem. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
Kedves testvéreim, most a lelki áldozás imádságával azoknak a testvéreinknek sietünk a segítségére, akik nem tudnak most szentségi módon találkozni az Úr Jézussal, de szívükbe akarják fogadni az ő kegyelmi látogatását. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvéreim, nagy szeretettel hirdetem, hogy ezen a héten lesz Árpádházi Szent Erzsébet, a Karitász védőszentjének az ünnepe, és ezért a jövő vasárnap tartjuk majd országos szinten a Szent Erzsébet gyűjtést és kenyérosztást, hogyha ez lehetővé válik, a katolikus Karitász javára, a rászorulók megsegítésére. Így tehát a jövő vasárnapi persejgyűjtésünket majd erre a szándékra fogjuk fölajánlani. A jövő hét vasárnapja már az évközi idő és az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus király ünnepe. Ezen a napon, majd délután, este 6 órakor, 18 órakor Benedekfi Katalin prímadíjas koloratúr szoprán operaénekesnő tart önálló estet itt a templomunkban. A program kiegészül a hely szellemének megfelelő meglepetéssel is. Zongorán közreműködik Bárkányiné Horváth Éva művésznő. Különlegesen nagy légterű templomunkban ezzel a lélekemelő szép koncerttel kívánunk búcsúzni ettől a megpróbáltatásokkal teli egyházi évtől, hogy aztán a következő vasárnap megkezdhessük az új évet, az adventi időt. A Jóisten szerető irgalmában bízva reményekkel készülünk az új egyházi évre. A koncert regisztrációhoz nem kötött, ugyanakkor védettségi igazolvány birtokában és szájmaszkban lehet részt venni ezen. Időtartama körülbelül 1 óra lesz. Természetesen a templomunk javára adományokat szeretettel fogadunk és gyűjtünk is. Ezt megelőző napon, november 20-án, szombaton, Krisztus király ünnepe előestéjén zenés gyertyás szentségimádást tartunk majd a templomunkban, este 7 órától 10 óráig, amelyre mindenkit szeretettel várunk, minden érdeklődőt. Előre jelzem, hogy előadás és fórum beszélgetés lesz november 23-án kedden, este 6 órától Szabó József atya, az EGRI szeminárium lelkivezetője, vagyis a spirituálisra tart előadást napjaink szellemi harcáról és kihívásairól, Szabadíts meg a gonosztól címmel. Folytatódnak a felkészítő foglalkozások a gyermekek szentségimádásával kapcsolatban péntekenként délután 3:30-tól
a két hittanóra közötti időpontban. Szeretettel ajánljuk a Földi Mennyország című könyvünket, amely a plébániánk, templomunk művészi alkotásait mutatja be. Most karácsony előtt 3500 forint helyett 2500 forintos áron tudjuk ezt kínálni, amely szép ajándék lehet szeretteink számára, vagy akár külföldi ismerősöknek, hiszen olasz és angol nyelven is tartalmazza a leírásokat, bemutatásokat. A megjelölt telefonszámon, ami hírlevélben található számon lehet erre jelentkezni, vagy erre ez iránt érdeklődni, illetve itt az irodában megvásárolni. Úgy gondolom, hogy én magam is szóvá teszem az oltások kérdését. Mint lelkipásztor nehezen értem meg azt, hogy sokan miért nem kérik, vagy veszik fel a koronavírus elleni oltást, amikor ilyen nagy veszély fenyegeti az oltatlanokat, vagyis akik ezt nem teszik, a saját életüket kockáztatják és veszélyeztetik. Megértek minden ideológiát vagy személyes érzelmi kérdést, csak úgy gondolom, hogy ezek nem érzelmi kérdések, és bizonyára az a szaktudás sokakban nincsen meg, amelyel meg tudnák indokolni, hogy miért is nem kérik az oltást. Senki nem bíztatott föl engem erre, de emlékszem arra már, hogy gyermekkorom óta oly sok oltást kaptunk, és soha meg nem kérdeztük, hogy ez honnan van, milyen országból, és ki csinálta, és milyen hatása van, meg semmi, tele vagyunk oltásokkal. Most pedig egy érthetetlen ellenállás, vagy pedig közömbösség mutatkozik meg, vagy kifejezetten ideológiai magyarázatokkal érvelnek sokan az oltás ellen. Hát látjátok, hogy most újra maszkban ülünk itt a templomban, reméljük, hogy a karácsony ünnepét megtarthatjuk, már két húsvétunkat már el kellett halasztanunk, illetve nem tudtuk megünnepelni. Tehát a Jóistentől kapott bölcsességünkkel, illetve azzal a felelősségérzettel, hogy a testi életünkért is felelősséggel tartozunk, hiszen az a Szentlélek temploma. Én mindenkit bíztatok arra, aki még nem tette meg, hogy kérje az oltást, hogy a templomi közösségünk, hívő közösségünk is, és a nemzeti közösség is, a hazánk lakossága is biztonságban lehessen. Más egyéb magyarázatot vagy saját véleményemet egyébként nem fejtem ki, de úgy érzem, hogy ez egy erkölcsi kérdés és hitbeli kérdés is, hogy erről szót ejtsünk, és mindenki az ötödik parancsolat szellemében, amellyel köteles magára és embertársaira, mások életére vigyázni, hát fontolja meg mindenki ezt a kérdést, ezt kérem. Most a Szentmise végén azt az áldás szöveget fogom imádkozni, amely a halotti misék végén szokásos, hogy legyen meg bennünk az örök élet reménye, hogy így folytassuk novemberi miséinket a találkozás reményével, és ahogy ma hallottuk a homíliában és az ige liturgiában, próbáljunk továbbra is az örök élet útján járni, válasszuk az üdvösséget, hogy majd egykor az életre tudjunk föltámadni. Ezzel a szándékkal kérem jelenlévő testvéreimre is, az Apostol TV és a Hegyvidék TV nézőire is a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, és egyszülött fiának feltámadása által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek. Amen.
Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden megholt hívőt pedig vezessen el a világosság és a béke országába. Adja meg, hogy Krisztussal együtt vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan, akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból. S áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozatjaire. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek értünk.